Vető mag és növényvédőszerek bemutatójával és falugazdászi tájékoztatóval folytatódott a téli gazdaköri esték előadás sorozata. Az idei második alkalommal is sok gazda volt kíváncsi az aktualitásokra. A szokásokhoz hülyen Örvendi László nyitotta meg a téli gazdaköri estéket. A gazdakör elnöke elmondta, hogy hagyományosan idén is február első péntekén tartják a gazdabált. Az aktuális papírmunkákról Makrai Csaba falugazdász tájékoztatta a gazdákat. A őstemigazolvány érvényesítésről, a holnapi naptól egyébként vissza lehet igényelni bizonyos képzéseknek a díját, tehát ilyen támogatási időszak indul holnap, tehát ezekről fogok még beszélni, és az ekkor még gazdákat esetlegesen érintető minden olyan dologról, ami a adminisztrációval összefügg. De egyik legfontosabb teendő, ami most a gazdákat érintheti, az a esetlegesen nem érvényes őstermigazolvány érvényesítése, amelyeket a falugazdász irodában folyamatosan csináljuk. Mekkora rohamra számítanak, vagy azért folyamatosan mennek a gazdák, mi a tapasztalat, és ennek mi a határideje? Ennek a határ lényegében ezeket egészében lehet érvényesíteni, ha nem érvényesek, de van egy APEK által meghatározott időszak, ez mindig március 20, tehát arra kérem mindig a gazdákat, hogy március 20-ig fáradjanak be az érvényesíteni kívánt őstem igazolványukkal, és ezeket mi megérvényesítjük, így az egész évre szóló kedvezményeket igénybe tudják venni. A hajdúszoboszlói gazdák által leginkább keresett vetőmagokat és az újdonságokat Dobi Mihály mutatta be. Elsősorban a kukorica hibridjeinkről szeretnék beszélni, aztán ez a cég foglalkozik napraforgóval, szeretném abból is a fő meghatározó hibridjeinket kiemelni, tehát nem akarok egy nagyon átfogó előadást, csak néhány hibridet tényleg kiemelni, és egy kifejezetten nagyon jó Silo projektünk van, amiről egy pár szót ejtenék, hiszen nem hiszem, hogy nagyon sok szarvasmarhatartó gazda lenne itt. A növényvédelemről Tóth Balázs területi képviselő beszélt, ezzel kapcsolatban több aktualitás is van. Az egyik a talajfertőtlenítésnek a kérdése, mivel az elmúlt évben az Európai Unió egy új rendeletet hozott, ami alapján vetőmagcsávázás rovarkártevők ellen nem engedélyezett, és erről fog szólni az egyik előadás, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani, ezt a problémát. Ellenkívül pedig kukoricagyomírtás, illetve búzagyomírtás. A negyedik téma az pedig a tavalyi igen erős sárga rozsda fertőzésre próbálunk egy megoldást javasolni egy új kalászos gombaölő javaslatával. A szakembernek az a tapasztalata, hogy a gazdák sokszor ragaszkodnak a már jól bevált növényvédőszerekhez, de azért nyitottak az újdonságokra is. Egy adott bázis van, ami már úgymond jól bevált és évek óta használják, ugyanakkor folyamatosan változik az igény és folyamatosan az új termékek iránt is nő a kereslet, részben mert ki akarják próbálni az újat, részben pedig a régieket vagy kivonják forgalomból, vagy a említett például uniós szabályozás miatt csökken a már használt készítményeknek a köre. A magyar növényvédőszer piac az kb. 60 milliárd forint. Ezen belül, hogy ugye hektára ez hogyan lehet levetíteni, ez gyakorlatilag nagyon eltérő. Nyilván zöldség, gyümölcs kultúráknál ott egy magas érték, ott 100-150 ezer forint hektáronként. Még a szántóföldi növényeknek gondolok itt a búzára, napraforgóra, kukoricára, ott a 15 és 30 ezer forint között változik a hektáronkénti költsége a növényvédőszereknek. A téli gazdaköri esték január 21-én szerdán folytatódik, ekkor az EK rendszerről tart tájékoztatót a NAV munkatársa.